Még be sem köszöntött az igazi tél, a fűtésszezon egy hónapja indult el, mégis rengeteg olyan hírt hallunk, hogy a szénmonoxid szedi áldozatait. Ez alól Csongrád megye sem maradt ki, pár hete röszkére riasztották a tűzoltókat egy 5 éves kislányhoz, aki, bár eszméletlen állapotban találtak rá, túlélte a tragédiát. A legnagyobb problémát az okozza, hogy sokszor nem a jogszabályoknak megfelelően alakítják ki a melegítő berendezést, illetve elhanyagolják annak tisztítását. Több probléma is lehet, ami miatt szénmonoxid mérgezés alakul ki. Először is nem a megfelelő műszaki kialakítások ezek a berendezések, átalakításokat végeznek rajta, nem a szabványoknak, jogszabályoknak foglaltak szerint végzik ezeket, illetve olyan személy is végzi, aki erre nem alkalmas végzettségileg. Nagyon fontos még, hogy megfelelő mennyiségű légutánpótlást biztosítsunk azokba a helyiségekbe, ahol ilyen berendezés van, vagyis gyakran szükséges szellőztetni is. Ezek mellett még a kémény nem megfelelő állapota, tehát a rossz égéstermék elvezető is okozhat szénmonoxid mérgezést. A figyelemfelhívásban, a megelőzésben nagy szerepe van a médiának is. Már a fűtési szezont megelőzően nagyon sok közleményt és felhívást jutatunk el lakosokhoz, hogy felhívjuk a figyelmet a mérgezésekre, mert próbáljuk közösen megelőzni azokat. A prevenció jegyében az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság még az év elején egy játékot hirdetett meg, amelyben szénmonoxid érzékelőt lehetett nyerni. Ma érkezett a hír, mely szerint egy ilyen eszköz mentette meg egy hódmezővásárhelyi család életét. A riasztó becsipogott, a lakók elzárták a gázt, kinyitották az ablakot, és a 3 felnőtt, valamint a 2 gyermek elhagyta az épületet. A család egyik tagja, Angyal Afrodité, a szervezet közösségi oldalán mondott köszönetet egész családja nevében, mint fogalmazott, ha nincs ennyi reményjáték, akkor ma már 5 ember nem élne. A szénmonoxid mérgezésekről, annak megelőzéséről mai híradónk után Fókusz című magazinunkban láthatnak hosszabb beszélgetést.